A forgatási helyszínt a Gundel étterem biztosította. A műsorvezető frizuráját a Lavaggio szalon készítette. A műsorvezető ruháit a Norella divatáru üzlet biztosítja. A műsorvezető egyedi készítésű kézművességszereiről a Hermina Happy Handmade gondoskodik. A Lillás reggeli média partnere az Újász, a Star és a Sorry magazin. A Lillás reggeli már a Facebookon is elérhető, facebook.com/lillásreggeli. Mi kell egy jó reggelihez? Egy csipetnyi álom, egy csészényi kedvesség, egy csepnyi szenvedély, és egy jó beszélgetés Paor Lillával. Lenn a mélységben zajló örvénnyel zúg egy körtelmes ár. Lépzés egyszer csak nincs, mi megtarthat rád. Eredetileg zenésznek készült, és csak kíváncsiságból jelentkezett 1982-ben az akkor induló Rockszínház társulatához. Felvették egy nagyon jókedélyű társaságba, és azóta is tartó barátságokra lelt. A csapatot még jobban összekovácsolták a közös balettúrák és beszédtechnikai gyakorlatok, melyet lelkesen látogattak, hiszen nem kis mosolygásra adott okot, ahogy többek között Viki Dál Gyulával közösen ismerkedtek a pliék világával. A Rockszínháznál már rövid idő elteltével komoly lehetőséget kapott. A Sztárcsinálók című magyar rockoperában juvenális szerepét osztották rá. A darab a hazai musical színjátszás történetében kiemelkedő jelentőségűnek számított, szövegét Miklós Tibor, zenéjét pedig Várkonyi Mátyás szerezte. Ugyanebben a darabban évekkel később Cipriósz Jézus szerepét is volt lehetősége eljátszani, nem csak magyar nyelven, de egy németországi turné alkalmával angolul is. A Rockszínház a későbbiekben is igen meghatározó szerepet játszott életében, rengeteg főszerepet kapott. A Jézus Krisztus Superstar 1986-os magyarországi ősbemutatóján alakíthatta Jézus szerepét. Kiválasztottnak érezte magát, amiért ezzel a csodálatos szereppel közelebb kerülhetett Jézushoz. Ezt a szerepet még hála Istennek rengetegszer eljátszhatta, átélhette. Jézus személye a későbbiekben a Mária evangéliumában is rátalált, ahol egy kicsit más nézőpontból formálhatta meg. Abban a szerencsés helyzetben volt, hogy Jézust három különböző darabban, három különböző módon alakíthatta. A Sztárcsinálókban Cipriósz Jézusként a másik kettővel ellentétben egy áljézust jelenített meg, ami mindenképpen érdekes feladat volt számára. Ezen kívül is számos darabban vendégszerepelt külföldön, például Londonban a Dorian Gray-jel, melyben Basil Howard figuráját személyesítette meg. Németországban, Duisburgban pedig két éven át játszotta a Nyomorultakban Jean Valjean szerepét. Jelenleg is számos darabban játszik, főleg itthon, például a Madár Színházban az Operaház fantomját. A musicalen kívül más színészi területeken is volt lehetősége kipróbálni magát, így szerepelt operetben, operafilmben és filmekben is. A mai Lillás reggeli vendége Sasvári Sándor, Jászai Imari díjas színész, énekes. Kik török kardja által vesztek el, és fogadjuk meg, ó, az égre, folyni kell még török vérnek, minden bűnünk bocsánatot nyer. Tőzsdere, hát most a kupát, öblítsük le a hadpolát. Ide, ide nekünk a legjobb magyar volt, olyan rád néztem, és az első, amit kiszúrtam, az a hajtókádon, az a kis lovas kitűző. Igen, csak mindig elfordul. De gyönyörű szép. De inkább ez forduljon lefelé, mint az otthon az valamelyik ló. Miért tartott fontosnak, hogy a lovas öntudatodat, vagy a lovas világodat megjelenítsd a külsődön is? Ez egy emlék, kaptam egy francia csapattól, akik itt voltak egy előadással. Ez a Cadre Noir, francia katonai... Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Katonai csapat, és velük találkoztam, és kaptam ajándékba ezt, és azóta egyik zakomról a másikra rakom. Mert hogy zakom az több van, de ez a jelvényből csak egy. Így van. De nagyon-nagyon szép egyébként, és gondolom, hogy az, hogy azon kívül, hogy tőlük kaptad, azon kívül ennek a tőlük,
ennek van valami más jelentése és értelme is. Nem mindegy, hogy kitől és mit kap az ember. Így van, nem vagyok így a tárgyaknak a rabja, de ez tényleg egy olyan gesztus volt tőlük, hogy szívesen hordom. Ezen kívül még egy gyönyörű könyvet is kaptam, amelyiket az egész csapat személyesen dedikált az első oldalon, egy gyönyörű ilyen vastag lovas könyv róluk. Úgyhogy én örülök ezeknek az apróságoknak, és ez még szép is ráadásul. Lovakról majd még rengeteget fogunk beszélgetni, de ránéztem a honlapodra, és ez így... Akkor te voltál, aki megnézte honlapodra. Én voltam tegnap este, belemélyedtem. Igen, és egy elég komplex, tehát jó maga a honlap is, meg kell, hogy hagyjam, de borzasztóan tetszett, hogy teljesen külön lettek választva a színész, a lovas, az életmód, a zenész, a család, tehát annyira összefüggő és annyira elválasztódik mégis, ahogy a saját életedben is a különböző területek összefonódnak és mégiscsak elválasztódnak egymástól. Igen, több ember életét élem, ez azt prezentálja. A napjaid is ennyire sűrűek ezek szerint, ahogy ez kinéz, hiszen most akárhogy nézem, hogyha ennyiféle életet élsz, akkor az 24 órában nagyon nehéz besúszterolni. Igen, igyekszem eleget tenni minden hobbimnak, a munkámnak, a családomnak. Tehát úgy osztom be az időmet, hogy mindenre jusson energiám és időm. Áruld el, hogy ezt lehet. Megszoktam. Nem mondom, hogy keveset alszom, de úgy éjfél előtt nagyon ritkán vagyok ágyban, és 6-7 óra fele fenn vagyok. Ez alól kivétel, amikor olyan előadás van, hogy muszáj, mondjuk 3 napon keresztül fantomot játszom, énekelek, akkor muszáj 8 órát kialudni, tehát akkor picit előbb igyekszem, nem tudok előbb lefeküdni, mert 11-mire hazaérek, de akkor tovább alszom, akkor a feleségem intézi a gyerekek logisztikáját, de amikor van időm, akkor én ébredek, hetente 2-szer legalább én viszem őket iskolába. 2 különböző helyre járnak most már, mert az egyik gimnazista lett, a másik pedig még maradt az általános iskolában, felső tagozatba lépett, úgyhogy a lovakra is kell időt hagyni. Mostanában így a nyár végén volt annyi időm, hogy naponta 3 lovat is le tudtam lovagolni. Ez van, amikor egyre csökken, és van, amikor egyet sem tudok, de igyekszem eleget tenni. Valóban. A zenéléssel is tudok néha foglalkozni, hogyha zenekari koncertek vannak, akkor azt próbák előzik meg, és hát természetesen a színház nem utolsó sorban, tehát így foglalódik össze az életem. Család, színház, lovak, zene. Nem véletlen, hogy a logisztikai kifejezést használtad, mert a gyerekektől a gyerekek logisztikája, akkor az egészet egy ilyen hatalmas keretmátrixba bele lehet foglalni, és akkor lehet sakkozgatni. És amikor most itt a végén azt mondtad, hogy az egész család, színház, lovak, zene, ez automatikusan is kialakult az a sorrend, ami az életedben a legfontosabb, gondolom, a család. A családra vagy még visszatérünk, de most egy picit menjünk a közismert emberhez, a színész emberhez, hiszen téged azért nem zenészként ismertek meg elsősorban, hanem színészként. Most halt meg Miklós Tibi. Azért is szörnyű, mert a honlapon, ugye amikor az első beköszönő cikk arról szól, hogy megjelent a könyved, az őszintén, ugye az a címe, és akkor az Miklós Tiborral együtt volt a bemutatója. Igen. És Miklós Tibi másfél hónappal ezelőtt adott nálunk egy órás interjút a szerdán esti időben, és teri volt tervekkel. Amikor egy ilyen kollega kilép az életéből valakinek, nevesítsük, te életedből kilépett Miklós Tibi, aki meghatározó személyiség volt, hiszen a rockszínházzal fél életünket együtt töltöttük. Hát, mi lesz utána? Én nem tudom, én fel sem tudom fogni, tehát elképesztő űrt hagyott maga után, és hát nem beszélve a családjáról, akik nem is tudom, hogy tudják ezt túlélni és feldolgozni, de muszáj lesz, és ebben minden segítséget megadunk nekik. Nagyon sok barátja van a Tibinek és a családnak, úgyhogy ahol tudunk, segítünk, már tervezünk mindenféle lépéseket a közeljövőben és a távoljövőben is. Ez irányban, igen, hát nem is tudok erről beszélni, mert felfoghatatlan, és annyira hiányzik, és amikor a honlapomra néha rámegyek,
nézem, hogy megvalósultak-e azok, amiket kértem, aki intézi a honlapomat, és ott az első oldalon följön a képe, és így nem tudok tovább menni, így nézem, és nem létezik, hogy ez az ember. Igen. Nincs közöttünk, de közöttünk van, és a művei tovább élnek, és hát pótolhatatlan. Igen, azt szokták mondani, hogy nincsen pótolhatatlan ember, de mégis vannak kivételes esetek is a te életedben. De nem tudok ilyen kvalitású embert, aki ezt pótol. Ugye ti valamit olyat tettetek le együtt, Miklós Tibivel, Kocsák Tibi is talán még ebbe a csapatba tartozott. Igen, későbbiekben amikor a Rock Színház. Igen, kérek szépen, köszönöm. Hát a Várkonyi Matyi és a Miklós Tibi alapították a színházat. Igen. És hát aztán és te az első pillanattól jó formát 82-től, voltál, mert amikor igen. ők ezt megálmodták és megvalósult az első előadás, egy egészen picit, köszönöm szépen. Akkor én még katona voltam, de az első adandó alkalommal, amikor leszereltem, akkor az első utam hozzájuk vezetett, és egy szóra felvettek a csapatba, és egy főszerepet kaptam rögtön a Sztárcsinálókban, a Juvenális szerepét, amelyet 250 alkalommal alakítottam, aztán jöttek a különböző csodálatos szerepek és lehetőségek. Tehát a Rock Színház az meghatározó volt, és a Sztárcsinálók volt az első. A Sztárcsinálók azért elég nagy port kavart föl annak idején, hiszen ez még egy olyan időszakban mutatta be azt a fajta világot, ami mostan természetessé kell válni, amikor mi még azt se tudtuk, hogy mi fánterem az, hogy menedzsment, meg sztárcsinálás. Ugye most nap mint nap látjuk, hogy vannak egynapos sztárok, egyhetes sztárok. Igen, a mai napig aktuális ez a darab. 15 perces sztárok. Igen, és az első magyar rock opera volt, tehát ezt kevesen tudják, ez megelőzte az István a királyt. Úgyhogy az első komoly rock opera, ami végig zenében mond el egy történetet. Amikor ez a Sztárcsinálók készült, és te megkaptad ezt a ilyen jó szerepet, akkor még nem voltak olyan színpadi gyakorlataid és színpadi rutinod. Sőt, hogy mondjam, egészen biztos vagyok benne, hogy igen, még nem tudtok, senki nem tudta, hogy milyen lesz egy rock opera. Hiszen voltak már rá kint példák, de ez egy alkotódott műfaj volt. Mennyire tudtál belefolyni ennek az egésznek a folyamatába, vagy mennyire engedték Tibék, hogy belefolyjál? Mennyire sikerült a szerepet, magát, a zenét, a magadévá tenni? Az, hogy kiváló hangi adottságaid vannak, azt szerintem a mai napig is mindenki tudja. Tehát mondjuk ezt most még fényezhetnénk kettőt rajta. De kicsit még fényezhetnénk. Hármat rá lehelnek, és akkor még fényesítek. De hát az első kazettád még mindig megvan, a Sasik. Sasi és annyira szeretem. Kazetta. Azt is a Rock Színháznak köszönhetem. 89-ben. Számok voltak rajta. Nekem még mindig van az a best of. Tehát, meg kéne CD jelentetni. Meg kéne, igen. Na most nem véletlenül említettem, mert kiváló. Hát szóval tudom, hogy elnyűhetetlen volt az én akkori életemben, mert annyira szerettem, és nem csak azért, mert te énekelted, hanem azért, mert kiváló zenék és kiváló szövegek, és az együtt egy jó harmóniát alakított. A Rock Színháznak köszönhetem, az ő égiszük alatt jelent meg, a Miklós Tibi és a Várkonyi Matyi dolgoztak rajta. Szöveg és zene tekintetében. Igen, visszatérve a kérdésedre, nagyon-nagyon sok segítséget kaptam a Miklós Tibitől és a Matyitól is ugyanúgy, tehát együtt kell említenem a nevüket. Nagyon-nagyon sokat köszönhetek nekik az egész pályámnak az elindítása, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy azért ezt megelőzően én már profi zenész voltam, és 17-18 éves koromtól kezdve jártam az országot a basszusgitáros és vokálos és szólóénekesként egy-egy szám erejéig. Most nem akarom elsorolni, de a Máté Péterrel kezdődött az egész, az első komoly haknim. Felső Zsoltszán mögötte álltam, és hónapokon keresztül jártuk az országot, de a Cserháti Zsuzsi, Zoránnak az első lemezének a turnéját együtt játszottuk egy trióval, harangozott Eri, Szűcs Judit, Ihász Gábor, de az összes humorista, elképesztő emberek mögött volt alkalmam létezni és zenélni, úgyhogy ez már adott egy magabiztosságot, és az első rock opera szerep a Juvenalis, az abban volt még nekem egy picit könnyebb, hogy egy gitárba tudtam kapaszkodni a színpadon, tehát ezt a szerepet... Otthonosan éreztem magam. Igen, és hát gitárral kísértem magam, egy ilyen narrátor szerep ez a Juvenalis tulajdonképpen,
De aztán, amikor már a második szerep jött, talán a Krónikás volt, azt hiszem, Kocsák Tibi, Miklós Tibi közös szerzeménye, ott már nem volt a gitár a kezemben, tehát kénytelen voltam. Addig a színpadi rutin már megvolt, az a fajta. Elkezdődik, igen, de mondom, a Tibiektől és a kollégáktól rengeteg bátorítást és segítséget kaptam. Szakácsi Sanyi, Szolnoki Tibi, Kovács Kriszta, említhetném az összes akkori rockszínházast. Úgyhogy aztán ez kialakult, és a rockszínházban komplett képzésben részesültünk, tehát főiskolai szinten tanítottak minket színészmesterségre, beszédtechnikára. Szegény Montág Imrét kell itt megemlítenem, aki már szintén fizikailag nincs közöttünk, de óriási lehetőség volt, hogy tőle tanulhattuk a beszédtechnikát. A táncnak különböző műfajait, a step tánctól kezdve a klasszikus baletton keresztül, a jazz, Jeszenszky mestertől tanultuk például a jazzt. Úgyhogy éveken keresztül úgy zajlott az életünk, hogy reggel 10-re bementünk az Akácfa utcai próbaterembe, kettőig be voltak osztva ezek az órák, színészmesterség, ilyen tánc, olyan tánc, beszédtechnika, énekóra, és aztán délután hazamentünk, és este mentünk játszani, nap mint nap játszottunk. Egyik héten Jézus Krisztus Szupersztárt, másik héten Nyomorultak, harmadik héten Anna Karenina, negyedik héten Sztárcsinálók, tehát egy fantasztikus élmény volt ez részünkre, és a közönség is ezek által, a szerepek által ismert és szeretett meg minket. Hihetetlen szeretett benneteket körül annak idején, hiszen eltérően az összes többi színház trendjétől egy frisset, egy újat, egy lázadó műfajt. Volt is egy koncertműsorunk, a Lázadók, és ebben különböző, na, látod, ezt nem tudtam, különböző rockoperákból adtunk részleteket. Pontosan ebben debütáltam én, a Szakácsi Sanyi nem ért rá a Víg Színházi elfoglaltsága miatt, és nekem kellett beugrani, ez a katonaságtól való leszerelés után egy hónappal volt, március 21-én, forradalmi ifjúsági napok, Vörösmarty tér, és ott nyomtunk a Herből, a Sztárcsinálókból, az Evitából, és én a Szakácsi Sanyinak a dalait vettem át, tehát Che Guevarát énekeltem, Juvenaliszt énekeltem, meg a Herből énekeltem részleteket. Mikor tudtad, vagy mikor érezted először, hogy neked egy sorral előbbre kell jönni? Említetted, hogy Zorán mögött, Cserháti, Zsuzsi mögött, stb. Ott álltál gitárral, vokalistaként. Azért mindenki tisztában van nagyjából, vagy legalábbis azt gondolom, a jó előadók tisztában vannak a saját képességeikkel. Tehát mikor tisztult le benned az, hogy neked egy sorral előbbre lenne a helyed, vagy lesz a helyed? Én azért már ezeket a Máté Péteres koncerteket megelőzően nekem már voltak saját zenekaraim, ahol én szólóénekes és szólógitáros voltam. Aztán olyan rossz volt a basszusgitáros, hogy egy hét múlva kifúrtam a zenekarból, és akkor tértem át a basszusgitárra, és azóta ez a kedvenc hangszerem, és különböző formációkban játszom is ezen a hangszeren, de a szólógitárt sem hanyagoltam. Én klasszikus gitárt tanultam 8 éven keresztül. De amikor bevonultam a katonasághoz, akkor ott sem maradtam nyugodtan, és ott is tartottam egy meghallgatást, tehát egy ilyen X-faktor szerűség volt, és ott jöttek különböző emberek, és kiválogattam a tehetségeseket, és ez szabadszálláson történt, és fél éven, vagy egy éven keresztül, amíg ott voltam, játszottunk a helyőrségi művelődési otthonban, és hát a tisztek annyira megszerettek minket, hogy kiváltságos katonaként töltöttem ezt az időszakot, már olyan értelemben, hogy... Tehát operett katona lettél. Hát azért annyira nem, mert azért a Bakonyba elvittek 20 napra a harckocsizó dandárral, mínusz 20 fokban. Ez volt a kötelező a külből. Igen, ezeket le kellett tenni, de a harckocsiból kivettek, mert mentem az őrnagyhoz, aki a politikai tiszt volt, és mondtam, hogy őrnagy úr, nem hallok semmit, csöng a fülem, mert ez az ágyú dörgés ott a tankban, ez nem nekem való, és én zenélni szeret. Zenélni. Hát és akkor így tudtam tovább lépni. És ezek után, amikor játszottunk ott hajnalig, és a tisztek táncoltak picit illuminált állapotban az asztal tetején, akkor másnap én mentem a politikai tiszthez, hogy hát őrnagy úr, elszakadt a húr, el kéne menni Pestre húrkészletér, aztán másik héten pengetőt kellett vennem, harmadik héten egy kottáért vagy egy szövegért, úgyhogy mindig elengedtek, és egy picit ez így lazította a dolgon, de ez nekem még mindig nem volt kielégítő, mert azért csak szabadszálláson voltam, messze a családtól, messze a barátnőmtől, aki ott is hagyott. Hála Istennek. Akkor nem lenne ilyen szép családod, így most van. Látod. Úgyhogy mindennek megvan azért a miértje. A miért, pontosan az egész életem így zajlott. Úgyhogy én titokban jelentkeztem a Pödör Bélánál,
a művész együttesbe, a Honvéd művész együttesbe, és egy adott pillanatban föl kellett jönnöm, és egy Zsermon áriát kellett énekelnem, és felvételt nyertem. És akkor ott hagytam boldogan szabadszállást, és az utolsó 6 hónapot itt töltöttem, itt a Kerepesi úti laktanyában. Ez már tényleg operett hadsereg volt. Itt civilben járhattam, megnövezhettem a hajamat, ami akkoriban egy rockernek nagyon fontos volt. Egy hónapban egyszer kellett szolgálatot adni, de az is úgy volt, hogy 10-kor odajött, ott voltam a portán a fülkében, én voltam az őr, az egész laktanát én őriztem. Ez most kettőnk között maradjon, 4 szem közt. Jött a barátnőm 10-kor, kimásztam az ablakon, elmentünk vacsorázni valahova egy rózsadömbi étterembe, és olyan hajnali 4-kor visszamentem, és én itt örködtem. Úgyhogy ez... És beírtad, hogy a mai nap folyamán esemény nem történt. Semmi nem történt az égéren. Teljes nyugalommal megtettem ezt. Az élet más területein persze nem vagyok ilyen felelőtlen, de a katonaság az nem tartozott a kedvenceim közé. Na most itt megállunk egy pillanatra katonaságnál. Ugye eltörtént a katonaság. Onnan datálódik a szóló karrierem, tehát erre majd visszatérek. Igen. Visszatérünk majd ehhez a részhez, és csak a katonaság olyan érdekes, hogy valaki nagyon jó szívvel emlékszik vissza rá, van, aki nagyon rossz szívvel emlékszik vissza rá. Egy szolgálati század vége jelen pillanatban nincsen hivatalos, vagy nincsen kötelező katonai szolgálat. Ráférne egyesekre. Köszönöm szépen, megelőzted a kérdést. Jót tett azért az, hogy voltál katona, adott-e valamit az életedbe, és most nem szoktam politizálni, de azért rólad eléggé tudja mindenki, hogy milyen a nem is azt mondom, a politikai hovatartozása, mert az nem érdekes, hanem milyen a hozzáállásod a magyarságodhoz, a hazafiságodhoz. Büszkén vállalom is. Így van, és ez így van rendben. Hirdetem. Hozzátartozna ahhoz, hogy egy fiatalból jó hazafi legyen, hogy adott esetben katonai szolgálatot is kellene teljesíteni a hazája megvédése érdekében. Senkivel nem beszélgettem még erről, hozzá kell tennem. Szerintem a 2 év az egy picit hosszú időtartam. Én 20 hónapig voltam, mert pont akkor volt ez az átállás, és rám 20 hónap esett. Én szerintem egy bizonyos időtartamra minden férfinak át kellene ezt élnie. Egyrészt a hazája iránti odaadás és tisztelet jeléül, másrészt pedig férfivá válnak ott az emberek, úgy érzem. Én tényleg csak a szépre emlékezem, ez a 20 hónap tele volt történetekkel, sztorikkal, élményekkel. Voltak kellemetlen élmények is, amikor, mit tudom, kiraktak örködni Orgoványban egy harckocsizó lőgyakorlatra, és egyedül voltam, és elmentem a szomszéd tanyára egy üveg borért, és akkor pont nem voltam ott, amikor jött a ellenőrzés, és akkor el kellett kúszni a dombig, a hóban, meg vissza, tehát ilyenek is voltak. Megérdemeltem, tehát sokat lehet tanulni, rengeteg barátság kötődik a katonaságnál, akikkel mai napig is tartom a kapcsolatot. Ez a zenélés, ez kiváló volt, és mondom, a szóló énekesi karrierem ehhez kapcsolódik. Tehát mindenkinek meg lehet találni benne a szépet és a jót. Én örülök, hogy voltam katona. Akkor, amikor bevonultam, akkor nagyon nem örültem neki, de így 20 vagy 30 év távlatából ez megszépül. Elindult a szóló karrier. Közben volt egy Honvéd művész együtteses időszak. A Honvéd művész együttes, nem olyan rég Gerdesics Ferivel beszélgettem, aki szintén éveken keresztül ott énekelt, és aki onnan tudott operaház szólistája lenni. Nagyon színes lehetett az a társaság, és remek élményeket adhatott. Az a fajta együttesben való tevékenység, ami a Honvédé volt, és ami a Rock Színházé, mert az is egy másik együttes, egy társulat, valamilyen utómódon összehasonlítható-e? Vagy egy teljesen külön világ? Teljesen külön világ. Én a bariton szólamot erősítettem, ott voltam az oszlopos tagja, és a Kerényi Miklós Gábor, a mostani Operett Színháznak az igazgatója, ő ott volt rendező, és ő választott engem ki a kórusból, és fölhívattak a Mésző Gáborhoz, a dramaturghoz, hogy Sasikám, te tudsz gitározni és énekelni, és szeretnénk egy kicsit frissíteni a repertoáron, és fiatalítani, és elvinni a laktanyákba a lendületet és a hazaszeretetet, és írtak egy lemezt, és ennek a koncert turnéján én voltam a szólista, egy szál gitárral álltam elől, az első újságcikk erről jelent meg, talán megvan még valahol,
hogy Sasvári Sándor a Honvéd Művész Együttes szólistája, és mögöttem állt a kórus és a szimfonikus zenekar. Tehát, és gyönyörű szép dalok voltak, van egy lemez is erről. Hú, már nem tudom, hogy mi a van, Hazám, nem tudom, mi a címe, de ez viszont nem volt rajta a honlapodon. Akkor majd pótolom. Én szerintem. Lehetséges, igen. Tehát biztos sok minden nincs rajta. Nem baj, látod, milyen jó egy kicsit beszélgetni, hogy előjön. Úgyhogy innentől kezdődött a szóló karrierem. Ez is egy csodálatos élmény volt, de azért a Rockszínházban, igaz, hogy a Honvédban is voltak a táncosok, de ővelük ritkán turnéztunk. Uh-huh. Viszont a Rockszínházban így 21 néhány évesen azért fontos volt, hogy gyönyörű táncos lányok és színésznők társaságában tudtunk turnézni. Akár nem itthon, csak a pasik között. Akár külföldön. Igen. Tehát a kórus az olyan volt, velük úgy el lehetett menni borozgatni vagy sörözni, de azért egy másfajta hangulat volt és más lendület. Meg az a zene azért közelebb áll hozzám. Tehát most a kórusban hát énekeltünk Kodályt, meg a Ferencsik János vezényletével a mai napig lehet kapni azt a CD-t, amin a himnusz és a szózat van, azon én is énekelek, meg zeneakadémia koncertek, tévé közvetítés, tehát ezek is hozzátartoznak az életemhez, de a Rockszínház az a 11 néhány év, ami 82-től 97-ig tartott, pontosan 15 év, ha jól számolok, az felejthetetlen élmény volt, és egy kimagasló életszakasz. Három előadást fogok most kiemelni, amiket konkrétan én is láttam. Sokat láttam veled nagyon, hiszen nagyon sokat mentem annak idején a Rockszínházba. Ugye az egyik a Jézus Krisztus Szuperszár, és annak volt egy olyan előadása, ami azt hiszem a Bakács téren ment, és mögötted Bakó Gabi táncolt. Így van. És én azt sosem felejtem el, szóval egyszerűen... Hát a Makrai Pali igen. mögött táncolt, mert a Júdás fekete szelleme igen, volt, igen, de az előadás jó, egyik de kiemelkedő alakítása. Igen, tehát nekem az maradt meg, hogy imádom Makrai Palit is, és remek személyiség, és kiváló színész. De te maradtál meg, tehát ha fönn voltál a színpadon, akkor rád kellett nézni, és látod, most nekem az jött be, bocsánat, Makrai Pali eltörpült Bakó Gabi tánctudása mellett. Tehát ti a táncban és az énekben olyan kimagaslót hoz, és Malek Andra is ugye, nem ebben az előadásban, de egy olyan személyiség volt, és Nagy Anikó is. Tehát, hogy történhet ott akármi, ha ti ott vagytok, azok a személyiségek, akkor azt kell nézni, mert lejön. Igen, hát ezt úgy mondják, mindegy, ebben nem akarok belemenni, most egy angol idézetet akartam mondani, de igen, tehát kell, hogy legyen kisugárzás igen, az embernek, igen. És ezeknek az embereknek, akik ott szólót énekeltek vagy táncoltak, nagy részüknek megvolt és megvan azóta is. Tehát bármiben és bármikor lépnek színpadra, azt a múltat nem lehet tőlük elvenni, és a jelenlegi állapotukban is oda kell rájuk figyelni. Említettem ezt a Jézus Krisztus Szupersztárt, kiemelem a Leányvásárt, ami mondhatni egy kirándulás, de nagyon egy jó, de egy isteni kirándulás volt, és akkor most a Veled Uram, amit legutoljára láttam, és ott voltam a premiéren a Táliában, amit most nem tudom hirtelen, hogy hívnak. Lehet, hogy megint Tália? Tália. Hát meg közben volt Arizona is, meg nem tudom, hányféle. Nekem mindig Tália marad. De igen, maradjunk a Táliánál. A Leányvásárt azért emelem ki, mert ugye az számodra egy kirándulás volt az operetbe, és egy remek figurát hoztál benne, friss volt az egész előadás. És hát a nézők, akik nem tudják, de szerintem, hogyha most is elmennének, akkor azt látnák, hogy az a Jakobi Leányvására, az akár ma is íródhatott volna, mert egy választási kampányba pontosan csöppentünk igen bele. Mennyire tudatos volt az a rendezés? Én szétkacagtam magam, utána mindenkit elvittem, akit lehetett megnézni az előadást, mert ugye ez 10-20, nem is tudom, hogy hányban. Nem tudom, nekem összefolynak az de énekel. Valamelyik választási kampány időszakában volt, és egyszerűen hihetetlen párhuzamokat lehetett. Hát én erre nem is figyeltem. Én csak a szerepre koncentráltam. Fogalmam nem volt, hogy mi zajlik akkor a politikában. Nem tudom, mikor lehetett ez. Hát mindjárt majd gondolkodom rajta, de pont választási kampány időszakban játszódott, ugye, és arról szól, vagy legalábbis... 90-es évek közepet talán lehetett elején. Talán a második elején. Választásnál voltunk. Második ciklusban már a rendszerváltás utáni, vagy elsőben, nem tudom, de tökéletesen párhuzamot lehetett vonni a választási beszédre. Még a lányomat is eladom.
Úgyhogy érdemes megnézni, lehet, hogy valamit tudtak annak idején, és a világ semmit nem változik. Nekem csak megvan videón, úgyhogy... Na majd nézd meg ebből ezzel a szemmel. Ebből a szemszögből is megnézem. Jó, jót fogsz rajta mulatni, mert visszafognak. Én nagyon szerettem, és hangszerelésében is megújult, és felfrissült az előadás. Miért vették le olyan hamar? Hát ezt a színházigazgatóktól kell megkérdezni. Nagyon nagy sikere volt, igen. Jó szereposztása volt, jó volt a jelmez, a díszlet, a zenekar kiváló. Fantasztikus volt, tehát ilyen country-sra lett véve ez igen. Az egész, és egy ilyen vadnyugati környezetben volt, tehát szerintem szenzációs rendezés igen. Volt. Jó ötlet volt, hogy én játszottam a főszerepet mindenképpen, úgyhogy mit nagyon szeretik Sáfár Monikával. Mit szóltak, hogy kirándulsz a másik műfajba? Meg nem mondom, de aki látta, biztos, hogy tetszett nekik. A feleségem akkor tájt bontogattuk a kapcsolatunk szárnyait, és ő is megnézte, és nagyon tetszett neki. Én nem operettesen énekeltem ezt, ha bár operett, de a hangszerelés segített abban, hogy egy picit hozzám közelebb igen. Legyen ez a műfaj. Nem is hiányzott, hogy operettesre legyen. Tudnék operettesen is énekelni, sőt, el kell, hogy áruljam, operát is tudnék énekelni, de én a musicalt szeretem nagyon-nagyon, és hát ezáltal ismert meg az ország, úgyhogy sokan nem is gondolják, hogy más műfajban kirándulhatnék, de a Szinetár tanár úrnak volt ez az ötlete, és én nagyon hálás vagyok neki, hogy abban az időszakban egy olyan 50-szer eljátszhattam ezt a szerepet, és úgy, ahogy én szerettem volna. Tehát olyan félig operettes, félig musicales volt, ez egy jó lehetőség volt. Említetted most, hogy tudok operettesen, musicalesen, operásan, rockosan énekelni, azt mondjuk kiegészítettem a sort. Igen, igen. És kórusososan, mert az is egy teljesen más műfaj. Milyen hangi adottságok kellenek ahhoz, és milyen képzés, hogy az összes stílust tudjad hozni a maga valóságában? Mert azért ezt nagyon kevesen tudják. Tehát azért látunk már mi operaénekes magyar nótát énekelni, és csinált belőle egy nagy áriát. Igen, tehát visszafelé nem mindig működik kirán, ez, igen, tisztelet igen. A kivételért. Én nem tudom, ez egy isteni adottság, nem akarok szerintelennek tűnni tényleg, de muzikalitás kell hozzá, jó fül, tehát hallom, hogy énekelnek operát, hallom, hogy énekelnek operettet, és az embernek a torkában benne van, és oda helyezi a hangot, ahova szeretné. Ez nem ennyire egyszerű azért. Én egy évig tanultam Szendrő Maminál énekelni. Én voltam azért a soros, így van a Mami. A Böszörményi úton most pont arra járok a gyerekért iskolában néha, hogyha nem metróval jön haza, és mindig mondom, hogy ide jártam. És anyukám oda jártam Mamihoz, sajnos már nem élem a Szendrő Mami, édesanyám még hál' Istennek él. A nagyobbik nővérem Csilla és Anna Mária is hozzájártak, és én így a negyedikként a családból hozzájárhattam az OSK stúdióba is, meg föl a lakására, és ő megtanította ezt a technikát, az éneklés, hogy kell énekelni technikailag, és aztán a szerepek azok formáltak engem, tehát egy sztárcsinálókat másképpen kellett énekelni, mint egy Jézus Krisztus szupersztárt. Aztán a Jean Valjean-t megint másképp kell énekelni, és a Fantomot meg egy negyedik féleképpen. Tehát eléggé összetett ez a műfaj. Azt mondják, hogy ez a könnyű műfaj, meg hogy a musical így, meg úgy, de szerintem azért elég komoly. Műfaj. Tehát kell tudni azért. A legnehezebb viccet mondani úgy, hogy más nevesse rajta, és nem. Úgyhogy a könnyű műfajról csak ez jutott hirtelen az eszembe. Olyan szerencsés helyzetben vagy, hogy mondjuk több, tehát mondjuk Jézus szerepét több musicalben, több darabban eljátszhattad. Konkrétan kettőben, a Mária Evangéliumában, amit a Tócsvai Laciék bíztak rám, és volt egy harmadik, de az Áll Jézus volt a sztárcsinálókban, amikor a Juvenáliszt átvette egy másik szereplő, és engem pedig a Kerényi Miklós Gábor féle rendezésben a Kipriosz Jézus szerepével bíztak meg. Tehát az egy ilyen kábítószeres figura. Tehát azt azért nem hasonlítanám, meg nem állítanám ebbe a sorba. A Mária Evangéliumban is a Jézus igen, Krisztus. Hát volt két Jézusod, van két Istvánod. A István a királyban is mert hiszen a Veled Uramban. Ja, igen. Igen, a Veled Uramban. Koppányt játszottam igen, az eredeti Istvánban, igen. És most pedig az öreg Istvánt. Tehát korosztályodnak megfelelően és stílusoknak megfelelően alakultak a szerepeid. Igen, ez több darabban is igen, van, hogy kettő szerepe. Igen, visszaköszönek. Ez nagyon jó. Igen. Ez nagyon-nagyon Anna Kareninában, Vronszky, Karenin.
Idősödik az ember, és érik. És hány színész volna az, aki azt mondja, vagy színésznő, hogy ahogy idősödik, hogy nem találják meg a hozzávaló szerepeket. Hogy egy nagyon szerencsés vagy. De most, ami miatt én ezt a Jézus párhuzamot mondtam, az nagyon sokan vannak színészek, akik beleélik magukat egy-egy szerepbe. Most nem azt, Isten bocsássa meg, nem ilyen párhuzamot akarok mondani. De ezekben a szerepekben a te hited az megerősödött, vagy pedig változott-e? Hiszen mondtad az előbb, hogy Leányvására nem figyeltél oda, megtanultad a szöveget, játszottad a szerepet, és kívülálló maradtál. Jézus esetében lehet egy. Nem mondom, hogy kívülálló maradtam, a politikai viszonyokkal nem foglalkoztam akkor, hanem a darabra és a szerepre koncentráltam. Tehát egy szerepből nem tudok kívülálló maradni, tehát akkor az vagyok. Fejeztem ki magam. Tehát azt a fajta belelátást nem láttad meg, amit egy néző megláthatott benne. Igen, nem figyeltem. Valószínű. Hogy volt ez Jézus esetében? Tehát egy hitbéli életet tud-e egy ilyen szerep befolyásolni, illetve a te esetedben volt-e ennek a hitéletedben valami szerepe? Mindenképpen. Én kicsi gyerekkorom óta hívő vagyok. Római katolikus templomba is jártunk, minisztráltam, első áldozás, stb. De enélkül is lehet az ember hívő, és az a fontos. Mindenképpen a Jézus szerepe az megerősített ebben a hitben, és ráállított egy olyan ösvényre, amiről nem nagyon szabad letérni se jobbra, se balra, hanem egyenesen kell követni az ő vele folytatott életet és kapcsolatot. Ez 86-ban talált meg engem ez a szerep, és úgy szoktam fogalmazni, hogy ezt nem játszottam, ezt a szerepet, hanem átéltem. Tehát, hogyha a kollégákat megkérdezitek, például a Makrai Palira kell visszatérni, minden egyes alkalommal, amikor találkozunk és társaságban vagyunk, akkor elmeséli, hogy amikor játszottuk ezt a darabot, most a játszottuk szót használom, és én jöttem vele szembe Jézus szerepében, akkor ő ott Jézus Krisztus látta. Tehát elképesztő aranyos, és én elhiszem neki, hogy ezt így élte meg. És valóban én ezeket a szerepeket átéltem, mindegyiket, tehát a Zrínyit, a Fejedelemben, a Bercsényi Miklóst, mindent. De ezek közül kiemelkedik a Jézus Krisztus, mert valóban olyan hatással volt az életemre, ami meghatározó és pozitív irányba terelte az életemet. Hogyha ez a szerep nincs, akkor lehet, hogy elkallottam volna, úgy, mint egyes színészek, nem akarok neveket mondani, nem is tudnék, de biztos, hogy vannak olyanok. Úgyhogy amikor például Szegeden próbáltuk, akkor mindenki, illetve sokan jártak a strandra egész nap a 30-40 fokban, ettek, ittak, mulatoztak, és akkor este bejöttünk próbálni. Én pedig otthon egyszer nem mentem ki a strandra, a napra, otthon a szobámban gyakoroltam, olvastam a Bibliát, csomó könyvet, amit beszereztem, és próbáltam magam beleélni a történetbe, és úgy érzem, hogy sikerült olyan alakítást létrehoznom, amire azért sokan emlékeznek, és tudom bizonyítottan, hogy sokaknak pozitív irányba megváltoztatta az életét az, hogy velem látták ezt a darabot, vagy akár a Mária evangéliumát, amelyben szintén ezt az utat követtem. Azért ez szép történet. Mindenképpen egy kiváltságos helyzet. Ez csodálatos, igen. Tehát én boldog vagyok, hogy ez megadatott az életemben, és igyekszem ehhez méltóan élni. Volt-e olyan szereped, ami a magyarság tudatodat erősítette? Tele vagyok tehát ilyen szerepekkel. Hát utána már megtaláltak ezek a szerepek. Azért szerintem nem úgy kezdődött, nem tudom. De most így vegyük végig, mert ugye egy Jézus szerep az fiatalon megtalált téged, bár már voltál egy úton, de megerősített benne. Nem tudom, hogy egészen fiatalon mondjuk a katonaság idejét említetted, és annak a pozitívumait és a negatívumait, akkor már benned volt-e az a fajta magyarság tudat? Természetesen a családi indítatásból kifolyólag egyértelműen bennem volt, tehát otthon azok a történetek és az édesapának az élete az egyértelműen sugározta a magyarság tudatot és a hazám szeretetét, és 56-ban ott állt a teherautó, hogy menjünk el az egész család. Én akkor még nem éltem, egy évre rá a forradalomra, egy évre születtem, és édesapám azt mondta, hogy nem, nekünk itt van a helyünk, maradunk, és 3 diplomával a zsebében, és 9 nyelv perfekt birtoklásával brigádvezetőként élt az utolsó éveit, és a csokoládégyárból ment nyugdíjba, holott ő filmrendező szeretett volna lenni, és 1945-ig
a felszabadulásig. Olyan emberekkel dolgozott együtt, mint a Jávor Pál, Csortos, Kabos, Karádi Katalin, tehát olyan történetei vannak, tehát fantasztikus ember volt, és fantasztikusan élt az életét, visszafelé élte sajnos az életét, mert földbirtokos család sarjaként látta meg a napvilágot, Temesváron született, aztán Pozsonyba költöztek, elváltak a szülei, tehát Nagy Magyarország területét bejárta, de Bécsben, Párizsban, Rómában szerzett diplomát, úgyhogy a magyarság tudat az mindig is központi téma volt az életünkben, és ez abszolút egyértelmű. A családban is, és számomra is, és a gyermekeimnek is ezt próbálom átadni. Szerepekből indultunk ki, és nagyon jó, hogy eljutottunk erre a vonalra, ami a családod és az édesapád gondolatiságát, gondolatvilágát vetítette eléd az életedben. De arról beszéltünk, vagy ahonnan elindultunk, hogy a magyarság tudatos szerepek, amik nagyon fontosak, mert vannak magyar kodó emberek, és vannak magyarság tudattal élő emberek, és vannak tudat nélkül nagyon jó magyar emberek. Igen. És vannak Magyarországon élő nem magyar tudatosan, nem magyar tudatosan, nem magyar túlélő emberek. Hú, nem akarok belevonni, nem akarok politizálni egyáltalán. De azért ezek megvannak, ezek a kategóriák. És azzal sincs semmi baj, hogyha valaki egy világpolgár. Ajaj, tehát, persze. Sőt, az egy nagyon jó dolog. De akkor is legyen magyarság tudata. Van egy magyar gyökere, és akkor azt nem, azt nem szabad elfelejteni. Így van. A szerepeid mennyit segítenek? Tehát ezek a fajta szerepek mennyit segítenek szerinted az embereknek abban a jó értelembe vett magyarság tudatban? Nagyon sokat segítenek, és boldog vagyok, hogy a rendezők és a darabírók kiszemeltek engem, hogy én képes vagyok ezeknek a daraboknak a főszerepére, és valóban a közönség visszajelzése be is bizonyítja, hogy ez jó választás volt a részükről. Sorolhatom Dobó István szerepét az Egri csillagokban, amelyet sajnos nem sokszor, de játszottunk, Nagy Viktor rendezésében a Győri Nemzeti Színházban, és hát Moravesz Levente, aki 2009 óta minden darabjában, már amiben magyar hőst kell alakítani, ott én vagyok a főszereplő, ez kezdődött a Zrínyi 1566-tal, amelynek óriási visszhangja van, és a bemutató évében az év legjobb musicalje címet nyerte el. Rengetegen látogatják a honlapunkat, és sajnos méltánytalanul nem sokszor tudjuk játszani, de visszatérő esemény Szigetvárott a Zrínyi napokon, szeptember első hétvégén, így volt ez ebben az évben is. Úgyhogy teltházas előadások, és olyan magyarság tudatot sugároz, és a hősiességnek olyan példáját mutatja be ez a darab ott a helyszínen, hogy az világra szóló, és együtt énekel velünk a közönség, de ugyanez megtörténik a Fejedelemben, amelyben igaz, hogy nem a főszerepet Rákóczi Ferencet alakítom, de Bercsényi Miklós szerepében végig énekelem a darabot, és rengeteg próza is van benne, úgyhogy ezeket minél több helyszínen és minél több emberhez el kéne juttatni. Az Rínyivel voltunk tavaly augusztus 20-án Kolozsvárott, ott a Mátyás király szobra mellett volt felépítve egy színpad, és nem tudom hányan, de tízezrek voltak ott, és tomboltak, és csodálatos volt. Úgyhogy én nagyon büszke vagyok, és boldogsággal tölt el, hogy ezeket a szerepeket megkaptam, de beszéltek az Isten rabjairól is, amelyben egy szerzetest alakítok, és 150 éves évforduló volt a költő születésének évfordulója, és sajnos nem kaptunk hozzá elég támogatást, úgyhogy oratorikus változatban mutattuk be Egerben, a Liceumban, és arra sem volt lehetőség, hogy sokat próbáljunk, tehát kottából és szövegkönyvből adtuk elő, de így is óriási hatása volt, és bízom benne, hogy egyszer nagy színpadi előadásban is láthatja ezt majd a közönség. A ló, ami az életed egyik nagy szerelme, átvitt értelemben, a színházi karrieredhez és a színházi létedhez is hozzátartozik, és most egész meg voltam lepődve, hiszen láttam, hogy Kínában, Pekingben egy elég hosszú turnét csináltatok, és ott, mint lovas színház, ha jól fogalmazom, hogy lovas színházként, egy
megint csak a Magyarországnak egy kis szegmensét tudtátok oda elérni. Hogyan fogadták ott kint az előadásokat? Hogyan jött létre egyáltalán ez az előadás sorozatként? Óriási lelkesedéssel, négy éves munka eredményeként voltam kint most harmadszor idén, április végén, május elején Kínában, Pekingben, és ott tudtuk megvalósítani sok-sok szervezés után ezt a négy előadást. Egy pekingi lovaspóló klubnak a megnyitóját tervezték velünk, sokan versengtek ezért az előadás lehetőségért, és a spanyolokat és a portugálokat megelőzve egy magyar csapat az én vezetésemmel, és hát Sztojcsics Józsefet kell megemlítenem, aki perfekt kínai, és az ő kapcsolatai révén jutottunk ki egyáltalán, és került szóba az utóbbi időkben, hogy ott kint tudunk ilyen előadásokat abszolválni, de emellett van még egy építkezés is, ami épp most indul, most kapták meg a építkezési engedélyt a külföldi partnereink. Tehát ez egy hosszú távú elképzelésnek az egyik lépcsője volt ez a négy előadás, és hát óriási lelkesedéssel fogadták a kínaiak. Jó magam állítottam össze a lovas és a zenei programot nagy részben, aztán persze a kínaiak is beleszóltak, és egy kicsit átalakították, de ezzel együtt egy nagyon kerek történet jött létre. Kín volt a Kassai Lajos barátom, mint lovas íjász, világrekorder, két emberével, a Mészáros család, akiknek a póni lovai vannak kint, én énekeltem magyarul az Attila Hun király című tervezett rockoperámból, amiről majd szeretnék beszélni, és énekeltem mongolul, kínaiul, és közben lovagoltam, tehát vágtáztam, ugrottam. Na, ez megint egy másfajta fizikai felkészültség, énekelni úgy vágtázva, ugratva. Hát, igen, ez az én specialitásom, ezt én találtam ki. Szerintem a világon először igen. Én voltam, most már sok követőm akadt, hála Istennek, úgyhogy ez egy úttörő vállalkozás volt, és tényleg Attilának voltam beöltözve, gyönyörű szürke lovat választottam itthon Csehországban, és hát az is egy külön történet, hogy ez a 27 ló hogy került oda ki Pekingbe repülővel, karanténokon keresztül, orvosi vizsgálatok, amit részben én szerveztem, úgyhogy, illetve hát a Józsival közösen, óriási munka előzte meg ezt, és most is éppen indulnak ki a kollégák, és 5-én jönnek vissza. Azóta már nyár folyamán volt kint megint magyar csapat. Én akkor nem tudtam, mert akkor éppen Fantomot énekeltem Szegeden, koncertváltozatban. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes része az életemnek, és az életrajzomban nagyon fontos szerepet játszik, és lesz még folytatása. Hát, mint ahogy a névjegyben ugye említettük már az elején azt, hogy diugrató is vagy, nagyon jó eredményeket érsz, járod a világot, a militári, illetve a diugratás. Hát azért ez egy nagyon változatos program, mindaz, amit te csinálsz, de külön nem említettük még a családi zenélést, és ezt sem szeretném, hogyha kihagynánk, hiszen mint említetted, hogy a testvéreid is Szendrő Mamihoz jártak, és ti sokat énekeltetek együtt, és sok közös lemezetek van, illetve sok fellépésetek is volt együtt. A családi zenélésnek az a fajtája, amit ti csináltok, az egészen más, mint amit az itt a klasszikusban a von Trapp családi zenéléséről. Muzsika hangja. Igen. Ezt levédetem. Igen. Ugye? Hát milyen nagy dolgok születnek. Tényleg. Hogy összejönnek a dolgok. Szóval milyen volt a ti közös családi zenélésetek, és milyen most? Ez egészen régi időkre vezethető vissza, amikor is a testvéremeik, a két nővérem kaptak egy gitárt Kijevből, édesanyámnak egy barátnőjétől, és hát nem nagyon tudtak vele mit kezdeni. Falon függött heteken keresztül, és nem csináltak vele semmit. Néha a kisebbik nővérem levett, és akkor a felső éhangon lejátszotta a Carmenből a ahhoz nem kell nagy tudás, és azt én megelégeltem, és mondtam, hogy ezt most már 151-szer nem hallgatom, és kivettem a kezéből, és úgy heteken, hónapokon keresztül próbálkoztam, és autodidakta módon megtanultam egy pár harmóniát, le tudtam játszani dallamokat, és hallgattunk Magnón akkor is lágereket, és én jó füllel rendelkezvén
le tudtam kísérni akkor itt dalokat, kikapcsoltuk a magnót, és akkor gitár kísérettel három szólamban énekeltük az akkori slágereket, és akkor egyértelmű volt, hogy a szüleimék ebbe az irányba terelnek, de ezt már megelőzte 4 éves koromban, amikor a családunk egyik tagja, aki Kodály módszerjeles képviselőjeként Kecskeméten tanított, ő meghallgatott engem, szüleim elvittek hozzá, és azt mondták, hogy ezt a gyereket csak is zenei pálya felé szabad terelgetni, hogyha azt akarjátok, hogy ki tudjon bontakozni. Úgyhogy ebbe tartozott bele ez a gitározás is, zenei általánosba irattak be, és fiatalkorunkat végig kísérte ez az együtt éneklés, és énekeltük az Omega és Zorán slágerektől kezdve az Illés, és aztán a Deep Purple és a Beatles és a Cliff Richard és a Mongo Jerry és minden, és az iskolában én is szünetekben gitároztam, aztán ott megtanultam zongorázni, és ott négykezeseket játszottunk, volt egy zongora az osztályterminkben, a Bakástéren, Miklós Tibi is oda járt, és ez végigkísérte az életünket, míg aztán hazajöttem Németországból, ahol 2 évig voltam vendégszerepelni a Nyomorultakban, Jean Valjeanként, és az az ötletem támadt, hogy volt időm, nem tudták sokan, hogy itthon vagyok, vagy kint vagyok, és előálltam a nővéremnek, hogy csináljunk ez a családi zenekart. Pont akkor vett a sógorom egy vadonatúj dobfelszerelést, és összeállítottuk a zenekart, hívtunk billentyűst hozzá, 2, a feleségem táncolt benne, ez volt a Sasi tesó, és a nővéremmel 2 énekeltünk szólót, volt benne 3-2 vokálos még, egy basszusgitáros, én pedig szólógitáron játszottam ebben a zenekarban, készítettünk egy lemezt is, amin 20 dal van, azt hiszem, vagy 11 néhány Sasi tesó címmel. Ez a zenekar most már nem működik, én tovább léptem, és egy 18 tagú zenekart álmodtam meg, és meg is valósítottam, ez az 50 éves jubileumi koncertemre jött össze, egy fél éves próbafolyamat után a Kincsen Parkban volt ez a koncert. Igen, fölvették 6 kamerával, de sajnos a mai napig nem tudom elérni azt az embert, aki fölvette, úgyhogy ha most nézi ezt az adást, akkor jelentkezzen, mert megváltozott a telefonszáma. Úgyhogy hívjon föl, mert szeretném ezt DVD formában most már kiadni, így 6 év távlatában. Milyen érdekes. Fantasztikus koncert volt. Tehát ott is lóháton énekeltem, gitároztam, hát meg az egész jazz énekeltem. Attól függetlenül, hogy nagyon sokan voltak, volt egy nagy hihetetlen családias hangulata. Nagyon jó. Ott voltál? Hallottam hírét. Nem voltam. Sajnos nem voltam. Igen, mert át kellett tenni egyik időpontról a másikra, ez nem volt szerencsés. Tehát augusztusban lett volna, és szeptemberi időpont lett belőle valami miatt. De így is sokan voltak, és nagy élmény volt nekünk is, és a közönségnek is. Az előbb említetted, hogy lesz az Attila. Igen. Amit te rendezel, és te nem én rendezem, én álmodtam meg. 2000 valahányban egy könyvbemutató alkalmával valaki mutatott egy lovardát, hogy itt kellene valamit csinálni, én akkor kitaláltam, hogy lovas színház, az nem jött létre, azóta sem jött létre. Ilyen kisebb dolgokat csináltam, mint egy pekingi lovas színház, vagy a Xenofónia lovas színház előadása a Jércecsarnokban, ahol 4000 ember tombolt, és egy 4 órás lovas show volt, ott is Kassai Lajos, Mészárosék, Borsó család, andalúz, táncok, lovak, élő zenekar, fergeteges volt ott a Jégcsarnokban, homokkal felszorva. De ez a vágyam még nem jött létre ez idáig, de most Hortobágyon olyan vezetés lépett életbe, akiknek előadtam ezt az ötletemet, és teljes válszélességgel mellé álltak. Ez Miklós Tibor és Zakar István közös szerzeménye, az én felkérésemre készült 10 évvel ezelőtt a Gárdonyi Gézának, szintén a Láthatatlan emberéből ember című regényéből készült rockopera, amely egyértelműen lóháton adatik elő, nem mindig és nem mindenki, de a fő csapásvonal az, hogy a hunok lovon éltek, lovon tárgyaltak, lovon ettek, lovon szeretkeztek, tehát abszolút belevág a dologba, úgyhogy ez most úgy néz ki, hogy megvalósul 7 előadásban, és a Hortobágyi Nemzeti Park területén egy hatalmas füves lovaspályán 3500 néző előtt lesz a díszbemutatója. Reméljük, hogy meg is lesz. És meg egyetlen lesz. Egy mondat a végére, bár itt a kollégák már intettek, hogy lejárt az időnk. Aki kimegy Csömörre, és ott meglátogatja a lovardátokat, ahol tulajdonképpen élsz is. Így van. Ha tudnak együtt lovagolni Sasvári Sanyival? Hogy ne tudnának. Természetesen. Egyeztetés kérdése.
Én Csömörön tanultam lovagolni, illetve Csömörön nem tanultam meg lovagolni. És miért nem hozzánk? Akkor még fiatal voltam, és a Zoli fiamat vittem vállás után tanítani, és mindig leestem alulról, ő meg ment egyenesen, és mindig fordítottam neki, hogy vigyázz, és hát magadra figyelj. Nem jó helyen lovagoltál. Tényleg nem jó helyen lovagoltál. Lehet, hogy meglátogatlak. Én ma délután 3 gyereket fogok oktatni, úgyhogy... Ja. Hát várok mindenkit szeretettel. Köszönöm soha nem szépen, késő. Hogy elfogadtad a meghívást, egészségedre. Ha kemény vagy, ha érzelek, ha nem szólsz, éppen úgy felelsz, az jó. A terheim már nem bírom, s te átveszed, az jó. Ha együtt halni félsz velem, de megteszed, az jó. Ha pusztulok, ha semmi él, de lelkedben, ha lelkem él, az jó. Rád néztem, és az ő első, amit... Na, akkor elkezdem még egyszer. Az előbb említetted, hogy... És most nem tudom, hogy mi volt hirtelen, de... Hogyan? Hangpróba. Hangpróba 1, 2, 34. A Lillás reggeli már a Facebookon is elérhető, facebook.com/lillásreggeli. A forgatási helyszínt a Gundel étterem biztosította. A műsorvezető frizuráját a Lavaggio szalon készítette. A műsorvezető ruháit a Norella divatáru üzlet biztosítja. A műsorvezető egyedi készítésű kézműves ékszereiről a Hermina Happy Handmade gondoskodik. A Lillás reggeli média partnere az Újász, a Star és a Sorry magazin.